A katonai szolgálatra behívott fehér orosz állampolgárok attól félnek, hogy Oroszország olyan nyomást gyakorol fehér oroszországra, hogy annak hadereje tevékenyen is részesévé válik az ukrajnai háborúnak, írja a helyi beszámolók alapján az AP. A hírügynökség szerint a Minszki vezetés folyamatosan hívja be a katonai szolgálatra az ország férfi lakosságát, ami amellett, hogy része az országban működő sorkatonai rendszernek, jelentheti a készülődést is valamilyen nagyszabású katonai műveletre is. Az AP-nek egy katonai szolgálatra behívott férfi azt nyilatkozta, az orosz katonák már Belarusban vannak, szerintem az országunk folyamatosan egyre inkább egy katonai kaszárnyára hasonlít. Az AP szerint a fehér orosz lakosság egy része attól tart, hogy Putyin olyan nyomást gyakorol legnagyobb szövetségesére, Alexander Lukasenkóra, hogy Fehér Oroszország maga is kezdjen aktív katonai akciót Ukrajna területén. Az Interfax hírügynökség arról számolt be, hogy a május 1-e, vagyis a munkaünnepe, illetve május 9-e a győzelem napja 2023-ban nem lesz ünnepnap Ukrajnában. Az eredeti ukrán jogszabály kilenc munkaszüneti napot ír elő, köztük ezt a két dátumot. Ennek értelmében szabadnap lett volna május 1-e és május 9-e is. A cikk szerint a hadi állapot idején a munkaviszonyról szóló törvény hatodik cikkeje viszont más szabályokat állapít meg, többek között felfüggeszti az ukrán munkatörvénykönyvnek idevágó cikkejét a szabadságok és a munkaszüneti napok meghatározására vonatkozóan. Kárpátolyán a folyamatban van a vetési kampány. 2023-ban a tervezett mezőgazdasági termékek, legnagyobb részét a gabonafélék és a burgonya teszi ki. Tavaly év végén több mint 20 ezer hektáron vetettek őszi búzát és árpát. Az őszi vetés sikeres volt, 22 és ezer hektárt vetettünk be búzzával, árpával. 2023-ban a tervezett termőterület 184,2 ezer hektár. Ez valamivel több, mint tavaly. 79,4 ezer hektáron gabonaféléket, 25,4 ipari növényeket, 41,9 burgonyát és zöldséget, 37 ezer hektár takarmány növényeket tervezünk termeszteni. Idén jó termést jósolnak a szakemberek, százalékban mérve jobbat, mint a tavalyi volt. A térségben nem sok nagy vállalkozás működik, de remélik, hogy a megtermelt gabona elegendő lesz a hazai fogyasztásra. Ráadásul a keleti és déli harcok miatt korábban Kárpátaljára szállított termékek egy részét most vidékünkön fogják termeszteni. Unas je uh, Előrejelzések szerint a tavainál több gabonát tudunk majd betakarítani, zöldségből és gyümölcsből, burgonyából is sokkal több lesz, mint eddig, mert már ma nagy a kereslet a mezőgazdasági termékekre. És persze, ha van igény, azonnal van ajánlat. A gazdák jelenleg sokkal több zöldséget vetnek, ültetnek. Az áraknak a becslések szerint a jelenlegi szinten kell maradniuk. Mindössze néhány százalékos áremelésre lehet számítani. A mezőgazdasági termékek árát befolyásolhatja, hogy július 1 újra bevezetik az üzemanyag 20 százalékos áfáját, és persze az, ha kedvezőtlenek lesznek az időjárási viszonyok. Tekintettel arra, hogy a mezőgazdasági termékek termesztése során az üzemanyagköltségeknek is van jelentősége, de az az 5-10 nem befolyásolhatja különösebben a termékek árát, sokkal inkább befolyásolják az időjárási viszonyok. Nem valószínű, hogy az európai országok által az ukrán gabona termékek tranzitjának és értékesítésének betiltása hatással lesz az árképzésre és a mezőgazdasági komplexumok működésére. Ugyanakkor az esetleges kockázatok kiköszöbölése érdekében a megyei katonai adminisztráció azt javasolja a gazdáknak, hogy térjenek át a komplex munkára, különös tekintettel az egységes termelésre, amely lehetővé teszi az alapanyagok feldolgozását. Már bizonyos folyamatok többek között Kárpátalján is, amelyek a liszt, olaj alaposa feldolgozásával és termelésével, a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és a kéztermékek későbbi exportjával kapcsolatban. Ha ma van búzánk és lisztet tudunk belőle előállítani, akkor hozzáadott értéket és újabb munkahelyeket teremtünk. Kárpátolján nem lesz hiány sem zöldségből, sem búzából. Másrészt, ha a takarmány növényekből felesleg alakul ki, akkor a gazdáknak jó kilátásaik lesznek újabb termelési irányvonalak beindítására, mint például a sertés és szarvasmarhatartás. Ukrajna jelenleg külföldön szerzi be a húskészítményeket.